Michalovce ovládla cez víkend história. Sárospatakon ünnepélyesen fogadták a Kárpátalja Express nosztalgia vonatot. V tokajskej obci Malá Terňa už čoskoro otvoria dom vín. Németországból érkezett adomány a Sátoraljai újhelyi kutyamenhelynek. Už po šiestikrát sa Michalovce vrátili o niekoľko storočí dozadu. Podujatie Dni na poctu mesta ponúklo opäť mnoho zaujímavých príbehov. Pútavé podujatie patrí už k tradičným septembrovým akciám v meste, na ktorom si môžu Michalovčania každoročne vychutnať viacero historických príbehov a udalostí spätých s metropolou Zemplína. Tentokrát sa organizátori a aktéri podujatia zamerali na život maliara Teodora Jozefa Mussona, predstavili príbeh o Pátrovi Pedrovi a ukázali, ako na Zemplíne v minulosti fungovali falšovatelia peňazí. Na záver nechýbal povestný panteón historických osobností Michaloviec. Ich námetov je stále veľa. Keď sa chodí do archívov, prekladajú sa listiny, študujú sa dobové noviny, tak zistíte, že vlastne aj v Michalovciach sa v minulosti toho udialo viac než dosť. Ale koho to tu máme? Maliar Teodor Jozef Musson! Každý rok sú iné scény z histórie. Tohto roku sme vybrali také scény, ktoré súvisia s Teodorom Jozefom Mussonom, pretože máme z té výročie príchodu Mussona do Michaloviec. Čiže máme tam scénu o jeho živote, veľmi zaujímavú, ktorú nahrali z Prešovskej fakulty, amatérskej divadelníci. A máme tam scénu o falšovateľov peňazí. Ten fotograf, ktorý falšoval peniaze, bol Mussonov veľký priateľ. Nie sme kráľovské mesto, Michalovce boli stále len poddanské mesto, ale myslím si, že každé mesto má svoju bohatú históriu, z ktorej je to, čo vyberať. Ja som stvárňoval postavu, ktorá sa volala Teodor Jozef Musson. Bol to... On o sebe hovoril, že bol akademický maliar. Len toto je škoda, že len raz to hráme. Predstavujem osobnosť Alberta Úrského, ktorý pôsobil v dávnych vekoch na Michalovskom regióne. Bol vyslaný chrániť mesto. Na slávnosti každoročne vystupuje folklórny súbor Zemplín, folklórny súbor Svojina, folklórny súbor Hnojňane a študenti z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Mi sa páči práve na Michalovciach to, že naozaj že funguje v tomto divadelnom prostredí, alebo že tie dejiny sa chce snaží podať vlastne tým divákom takým tým divadelným alebo takým tým príťažlivejším spôsobom. Tých príbehov je veľmi veľa, lebo ako keď už len zoberiete, že koľko storočí majú Michalovce a niekedy možno my si myslíme, že história je o tých veľkých ľuďoch, ale história často býva aj o tých úplne maličkých. Dnes to bol vlastne príbeh Teodora Mussona, teda vášho michalovského alebo čiastočne michalovského maliara. A ako každý rok, ani tentokrát nechýbalo na záver malé prekvapenie. Z Michaloviec Kristýna Bertičová. Sárospatak vasútállomásra hamarosan egy különleges vonat érkezik. Mégpedig a Budapest nyugati pályaudvarról. Eddig talán nem sok különlegeség van ebben, ám ha azt mondjuk, hogy a szerelvényeket a MÁV Nosztalgia Kft. Nohab mozdonya húzza, sokan sejthetik, hogy különleges eseményről van szó. Éppen ezért is látogattak ki az első megállóhelyre, Sárospatakra az érdeklődők. Ez a vonat ugyanis a Kárpátalja Express, mely 4 országon át egészen Tiszaújlakig vitte a több mint 5000 utasát, többek között Szlovákián keresztül. A zempléni településen azért egy kis pihenő gyanánt, ünnepélyes üdvözlésben volt részük a jelenlévőknek. Több célja van ennek az utazásnak, hagyományápolás és a figyelemfelhívás. Szeretnénk megmutatni, hogy igenis lehet a határokon át közlekedni, és szeretnénk a társadalomnak ezzel egy új lendületet adni, hogy jobb legyen a kapcsolat, és ez a gazdasági életben is megjelenik természetesen. Tehát föllendülés és nem halott határmenti városkák, falvak lesznek, hanem egy élő, gazdasági, virágzó régió. A sárospatakiak számára különösen is fontos volt ez a látogatás. Az egyik kocsi ugyanis a település nevét kapta, így vitte annak jó hírét és baráti üdvözletét határon túlra. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sikerült Sárospatakról elnevezni ezt a kocsit, amelyet most már valamennyi állomáson, valamennyi megállóhelyen, ahol meg fognak állni, ennek a vonatnak az utasai látni fognak, az ott lévő magyarok és Sárospatak üdvözletét, Sárospatak köszönetét viszik el mindenhová. A teljes szerelvény 8 személy és egy étkező kocsiból állt, az út pedig 3 napot vett igénybe, oda-vissza. Valahogy kifejezzük a magyarságunkat, hogy összetartozunk a elszakított magyar részhez.
valamilyen formát, hogy kapcsolatot teremtsünk velük. Csuha Sándor 40 évet dolgozott a Csap-Siánki vonalon, mint vasutas. Számára különösen is fontos volt, hogy fogadja az expresszt. Utáron túli terület az elég nehéz volt, mert például már Fenyvesőkből olyan meredek a pálya, hogy ott nagyon kellett vigyázni. Nem is annyira felfele, mint lefele. Mert például olyan erősen kellett ott fékezni, hogy mire leértünk Fenyvesőn Hajasdra, meg lehetett számolni a kerekeken a féktuskókat, volt, amelyik el is csepeget. A vonat innen Sátoraljaújhelybe, majd már a szlovák területre robogott tovább. A közel 5000 utasra még jó néhány órás út vár a célállomásig. Nagy Marian tudósított Sárospatakról. Pod názvom Rozvoj turizmu viazaného na víno a destiláty v historickom území Tokaja Hedialia sa obec Malá Terňa zapojila do tzv. Trojprojektu cezhraničnej spolupráce. Lídrom je maďarská obec Mikoháza, ďalším partnerom mesto Sátoraljaújhely. Spolupráci predchádzal podpis obojstranných zmluv z rokov 2007 a 2008. Celý tento projekt bol značne náročný, hlavne čo sa týka tej administratívnej časti, tak vieme, že v rámci cezhraničnej spolupráci bolo treba vybavovať veľa týchto potvrdení, povolení a tak ďalej. V Mikoháze rekonštruujú pivnice s vzácnymi historickými destilátmi. V Sátoraljaújhely zasa infraštruktúru v okolí pivníc. V Malej Terni, srdci slovenskej časti Tokaja, vznikne z bývalého obecného úradu Dom vín. Z rekonštrukciou začali v maji toho roku. Termín ukončenia tejto stavby mal byť v októbri, avšak sme požiadali o predĺženie do konca februára, nakoľko sa tento projekt bude v uvedenej dobe celkom nezrealizuje a chceme toto aj s vnútorným vybavením, takže bude to trošku dlhšie. Rozpočtový náklad je 650 000 eur, z čoho 85% je z eurofondov, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% participuje obec. Na to, aby mohli začať so stavebnými prácami, vybavila obec úver, ktorý bude následne prefinancovaný maďarským lídrom celého projektu. Na tejto rekonštrukcii bol na takých 70% už vykonaný objem prác. Týka sa to nová prístavba. Na starej budove sa shodila strecha. Stará budova nebola vôbec odizolovaná, museli sme tam použiť novú technológiu, kopule. Do februára dokončia terénne úpravy, vymaľujú interiér, dokončia dlažbu a upravia parkovisko. Budova poslúži turistom a vyznavačom vín na stretávanie sa predstaviteľov našich susedných národov. Vraj to bude múzeum a nejaký panzión. No neviem presne, ale sa mi to páči. Malopestovatelia sme radi, že sa podaril projekt vybudovať vinný dom, v ktorom budeme mať možnosť prezentovať sa aj my. Rekonštrukcia bude dokončená do februára budúceho roka. Múzeum vín tak bude jedinečným zariadením svojho druhu v celom regióne. Z Malej Trne, Peter Ferko. Hogy minden segítség jól jön, az az állatmenhelyek esetében mindig is igaz lesz. Fentről néznek ránk néha-néha. Ő jelenleg a legkisebb tagja a Sátoraljaújhelyben működő Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány által működtetett kutyaotthonnak. Még csak pár hetes a patakba dobták, onnan mentették ki lelkes állatvédők. Ő pedig a legöregebb, már régóta itt él, kirakták, úgy fogadták be az alapítvány munkatársai. És sajnos még jó néhány kutyus és cica talált itt otthonra és szeretetre. Ám a jótékonykodáshoz sokszor kevés a lelkesedés. Támogatók nélkül egyre nehezebb helyzet elé nézhet a menhely. Éppen ezért örültek annyira a működtetők, hogy most több 100 000 forint értékben kaptak adományt. Ez a mostani segítség, ez nagyon-nagyon jó jött. Tényleg, amikor már nagyon nagy bajba vagyunk, akkor mint a fentről ránk nézne az őrangyalunk. Elsősorban száraz tápot hoztak az adományozók, de takarók, tálak és meg annyi napi használati tárgy, eszköz is volt a csomagban. A felajánlás a Budapesti Kutya Segélyszolgálat közreműködésével érkezett Sátoraljaújhelybe. Ez úgy néz ki, hogy ez a lány, aki ezt az alapítványt csinálja, ő azzal foglalkozott, évekkel ezelőtt már így kezdte, hogy bement Budapesten a sintértelepre, kihozott onnan a kutyákat, és addig ment, amíg nem talált nekik gazdát. Ez ma már ott tart, hogy Németországban vannak gazdák, akik jelentkeznek, hogy ők szeretnének örökbe fogadni kutyákat, és ezért ők ott adományokat gyűjtenek, és gyakorlatilag cserébe olyan dolgokat adnak, amik itt meg jól jönnek.
Az utcára hajított kutyusok között mindenféle fajta megtalálható. A menhelyt működtetők szerint öröm lenne, ha többnek találnának gazdát, mint amennyit be kellene fogadniuk. Ám elmondásuk szerint sajnos erre csekély az esély. 11 éve, hogy alakultunk, és itt vagyunk ezen a telepen, vagyis a kutya otthonnak nevezzük mi. Hát sajnos évről évre, ahogy az évszámok növekednek, úgy növekszik a kutyánk létszáma is, már körülbelül 100-an vagyunk, és most már nem tudunk befogadni kutyát, mert helyhiányunk van, élelmiszer gondjaink vannak. Az alapítvány tagjai élethivatásuknak tartják még ma is mindazt, amit csinálnak. A kutya otthon működtetői természetesen az elkövetkezendőkben is sok szeretettel fogadnak mindenféle segítséget, hiszen jön a hideg. Nagy Marian tudósított Sátorai Újhelyből. Miestny odbor Matice Slovenskej v obci Trnava pri Laborci v Michalovskom okrese usporiadal podujatie, na ktorom si občania uctili svojho významného rodáka. William Gaňo bol zakladateľom špeciálnej pedagogiky. Prednedávnom uplynulo 45 rokov od jeho smrti. Pri tejto príležitosti otvorili v obci pamätnú izbu tohto profesora. Podujatia sa zúčastnila aj správca Matice Slovenskej v Martine, pán Eštok. Pamätná izba má priblížiť prácu Williama Gaňu. Taktiež má pomáhať špeciálnym pedagógom. Az első aszubor készítőjére Szepsilackó Mátéra emlékezett Sárospatakváros önkormányzata. A Máté napi aszünnep már nagy hagyományokra tekint vissza a településen, melynek nyitó programja idén is Lórenfi Zsuzsanna szobrának megkoszorúzása volt. A látványos felvonulást követően igazi szüreti mulatság vette kezdetét a Szent Erzsébet utcai történelmi várnegyedben. Itt kulturális programok szórakoztatták a jelenlévőket helyi hagyományőrzők bevonásával. A rendezvényen a lengyelországi testvértelepülés delegációja mellett Simkó Kitti Sárospatak borkirálynője is részt vett. Az estet a Bombon és a Rokonok zenekar koncertje zárta. Az eseményen több százan kísérték figyelemmel a programokat. Na zemplínskych cestách prebehla policajná preventívna akcia, ktorá sa zamerala na to, ako vodiči rešpektujú nevidiacich ľudí s bielou palicou na priechode prechodcov. Vodiči sa nezastavením dopúšťajú priestupku, za čo im hrozí pokuta. V týchto dňoch to príslušníci policajného zboru a zástupcovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska riešili len dohováraním. Za jednu hodinu na signál nevidiaceho zastavilo len každé piate auto, čo znamená, že z počtu 64 aut zastavilo len 12. 18. alkalommal rendezték meg Sátoraljaújhelyben a Sport és Barátság nevű sporteseményt. Idén a tűzoltóság, a rendőrség, a polgári védelem, a büntetés végrehajtása közalkalmazottak csapatai léptek pályára. A városi sportcsarnokban és a mellette található műfüves pályán körmérkőzések formájában nagy csaták zajlottak a dobogós helyekért. Végül a legeredményesebbnek a tűzoltók bizonyultak, ők nyerték el a győztesnek járó kupát. A megmérettetést a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda és a Zemplén térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség rendezte. A 15. alkalommal rendezték meg a zempléni szlovák kórusok regionális találkozóját Rudabányácskán. Azonban ez a jeles esemény még egy másik évfordulóval is gazdagodott idén. A házigazda, Rudabányácska Rozmaring asszony kórus is fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte. Az alapítókat és az azóta csatlakozott tagokat fel is köszöntötték azok a kórusok, akik évek óta résztvevői a hagyományos programnak. Ezt követően a közös fellépések az ünneplést szolgálták. A kórus az 1996-ban alakult meg. Az volt a célja, hogy a régi dolgainkat összeszedjük és tovább adjuk. Hát nagyon szeretünk összejárni, énekelni, nagyon sok helyen voltunk. Voltunk Szlovákiába többször, Ukrajnába, Hollandiába, itt az ország sok területén. Tényleg mondhatom Kesztölc, Pilisszentkereszt, Tatabánya, rengeteg helyen. Most például voltunk a szlovákok napján,
Nagybánhegyesen. Ott kaptunk egy kitüntetést, országos kitüntetést, amire nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy mi egy kis falucska vagyunk, azt mondani, hogy 300 fős, és hogy egy országos szintet elértünk, ennek mi nagyon-nagyon örülünk, és nagyon boldogok vagyunk. A kórus tagjai ma már egy nagy családként élik meg az együtt töltött időt. Mi ezt nagyon szeretjük csinálni, nagyon szeretünk együtt énekelni, és tényleg, nagyon sok barátra tettünk szert, azért az nem mindegy, hogy hogyan éljük le az életünket, hogy otthon duzzogva, vagy elmegyünk, kikapcsolódunk, jót nevetünk egymás hibáin, tanulunk, nem csak nevetünk, tanulunk egymás hibáiból, és egymástól sok mindent. Mi így nőttünk föl, a sok énekkel. Nem volt televízió, nem volt rádió, semmi nem volt. Összejöttünk klubokba, vagy nem is klubokba, először is a falun, az utcán, ugye a Bányecski főutca volt a gyerekszobánk végig, és az jó tágos volt, és rögtön, szóval a fiatalságunk jut eszünkbe. A Rudabányácskai asszony kórust közvetlen környezete is nagyra értékeli, a hagyomány ápolás és az értékőrzés tükrében. Olyan generáció képviseli, amely hát nem a legfiatalabb közé való, és az utánpótlás nagyon nehézkes. Természetesen vannak iskolánk mellett működő néptáncsoportok, kicsik, közepesek, nagyok, de azért a közvetlen érintkezés az egyre ritkább, és egyre kevésbé hisszük azt, hogy ilyen méltóan és ilyen erősen tudunk majd hagyományokat őrizni, bár a testületünk küldetése természetesen ez. A szlovák hagyományok őrzése nem csak a dalokban, hanem több esetben a népi viseletekben is megnyilvánult. Mi minden évben minden meghívásnak eleget teszünk, azért, ha évente kétszer nem, de egyszer mindenféleképpen itt vagyunk, általában már ilyen napokat azt ki nem hagyjuk, amikor van ez a rendezvény, ugye mivel mi is vallásosak vagyunk, és hát nem csak ide, de úgy jövünk ide, mint a testvérekhez. Ez nekünk nagyon sokat jelent. Szlovákiában is vannak olyan testvérkapcsolataink, akikkel tényleg nagyon jó viszonyban vagyunk egymással, és akkor így kicsit megismerjük egymás kultúráját is, meg ez a szlovák barátság, meg azért ugye Szlovákia anyaország, és akkor próbálunk onnan valamit ellesni. Mi is már 17 éve alakultunk. Hát még, hát egy pár évig még voltak fiatalok is közöttünk, de úgy, hogy már elkerültek a középiskolából, felmentek már persze, meg hát az ország minden irányában. Meg volt olyan, aki azt mondta, hogy aki ugye jár például a szlovák idegenforgalmiba, aki köztünk volt, hogy hát ők ugye szlovákul tanultak, hogy te a szlovák általános iskolába is, köztük az én lányom is, és azt mondta, hogy anya, nem éneklek veletek, mert itt ótól beszéltek, énekeltek, én meg szlovákul. Nagyon nehéz, nincs utánpótlás. Ugye 15 éves most a helyi kórus velük, milyen kapcsolatuk van? Nagyon jó. Tényleg az, hogy az ember egy kicsikét a gondját, baját otthon hagyja, ez annyira jó összejönni, hogy ezt szavakban elmondani nem lehet, hogy ez milyen érzés, mikor itt több ismert kórussal is találkozik az ember, és váltunk egy pár szót, szóval nagyon jó. Messzebbre kell menni az országba, vagy külföldre, akkor mi vagyunk az elsők, akiknek szólnak, hogy hát ide hívtak, hanetán mi nem kaptuk még addig a meghívót, hogy megkaptátok-e, úgy gondoltuk, hogy hát veletek mennénk, és ez olyan jó érzés. Én már nem is tudom, hány éve voltunk Tóth Komlóson együtt. Ők ugye csinálták a hagyományos gőzönfőt, gombócot, mi a lepcsánkat, és ez annyira jó volt ott is, nagyon jó volt, mondom, ezt szavakban elmondani nem lehet. A Mikóházi hagyományőrző népdalkör 10 éve alakult, 22 fővel, sajnos ebből már csak 10 fő van. Ez annak köszönhető, hogy leginkább idős emberekből állt a kórusunk, és nagyon sokan lebetegedtek, már nem alkalmas arra a színpad, hogy ők mozogjanak egyáltalán, vagy tudjanak járni próbáról próbára. Most körülbelül olyan 15 fővel működünk. Általában, ahogy említettem, idős emberek, a legfiatalabb korosztály az ilyen 30 évesek. Ők még a pici gyerekek miatt csak ritkán járnak, de szívesen csinálják azt, amit mi. Földolgozzuk a régi lakodalmasokat, például most is azt fogjuk előadni augusztusban. Minden héten próbálunk, új csokrokat állítunk össze, kikérjük a véleményét különböző szakembereknek, segítenek abban, hogy a minősítésen, ami két évenként van, valamilyen eredményt tudjunk produkálni. Ez eddig egy ezüst fokozat volt, próbáljuk az aranyat
ezután is. Az én édesapám is már őrizte a hagyományokat, és most olyan jó megnézni, amikor már ő meghalt 13 éve, és előszedjük a 86-os kazettákat, és ők ugyanezeket a dalokat énekli, mint most mi, és úgy érezzük, hogy itt tudjuk továbbvinni a régi hagyományokat, nagyapáink és nagymamáinknak a dalait, hogyha átörököljük, fölelevenítjük és tovább visszük. Sajnos a mi gyerekeink már kevésbé hajlamosak erre, hogy ezeket a dalokat énekeljék, bár nagyon jó az, hogy az iskolában működnek tánccsoportok, énekkarok, és itt azért megpróbáljuk tovább átadni és vinni tovább ezeket a néphagyományokat, ami ránk öröklődött. 1998-ban alakult a kórus, és abból a célból, hogy a környező falvakban regionális találkozót rendeztek meg, és a kórust úgy szedtem össze házról házra járva, és ebből az alkalomból ránk került a sor, és hogy mi sem maradjunk ki ebből a sorból, megalakult a kórusunk. És akkor volt az első fellépésünk, az egy nagy országos találkozó volt, és innen indult a pályafutásunk. Megpróbáltuk összeszedni mi is a régi idők dalait, és még mai napig találnak olyan dalt, amit valamikor gyerekkorukban énekeltek. És ezeket általában leszoktuk jegyezni, mert hogyha abban a minutban nem jegyzük le, akkor elgén elfelejtődik, és megint 2-3 hónap múlva jön új felszínre. Rengeteg helyen léptünk már föl Erdélyben, Szlovákiában, az ország számos területén. Most mi is részt vettünk ezen a neves napon, összejöhetünk régi ismerőseinkkel, akik például most Kolbászról voltak itt, ővelük szerintem körülbelül akkor találkoztunk utoljára, amikor nálunk voltak ezen a neves napon. És utána mi voltunk náluk meghívva, és azóta nem találkoztunk, és én most így rámutattam az úriemberre, és akkor rám nézett, és mondtam, hogy honnan. És eltelt 10 év, és utána tudta, hogy hol találkoztunk. És az öröm, az, hogy együtt vagyunk, beszélgetünk, megkérdezzük, hogy hogy vagyunk, egymásról érdeklődünk, és szerintem ez fontos dolog. A 15 éves évfordulót ezen a napon igazán méltó módon ünnepelhették meg a jelenlévők. Ahogy kezdődött a rendezvény, úgy végződött is, hiszen tortával és közös énekléssel zárták a jelenlévők az eseményt. Nagy Marian tudósított Rudabányácskáról.